Mai témánk a rossz testtartás. Ezzel kapcsolatban Virág Nikolettet, okleveles gyújtornászt kérdezem. Niki, kérlek, meséld el nekünk azt, hogy milyen prevenciós eszközöket tudunk alkalmazni azért, hogy elkerüljük a háti fájdalmat. Szia, Petra! Hát először is a háti fájdalmak megelőzésében a legfontosabb, és amit a legtöbbet kellene alkalmaznunk, az a torna lenne. Mindenképp erősítő torna, nyújtó gyakorlatok, ugye maga ez az ülő életmód, helytelen testtartás, az izomerő egyensúly felbomlik, egyes izmok rövidülnek, mások persze gyengülnek, mármint minden izom persze gyengül, csak egyesek rövidülnek, mások megnyúlnak, és ennek következtében ugye a gyengülés következtében még inkább romlani fog a testtartásunk, ami még több problémát von maga után, főleg amit kiemelnék az ülő életmód következtében bekövetkező helytelen testtartás. Mi a helyzet a nyakkal például? Hát a nyaknál, ami leginkább jelentkezik, a protrakciós fejtartás, ugye amikor a fejünk előre szökik, kicsit hátra biccen, a váll övi izmoknak az egyensúlya is felbomlik, a vállak előre esnek, a lapockák eltávolodnak a gerinctől, befele rotálódnak a karok, ami rengeteg vállövi problémát, vállizületi, illetve nyak és nyak környéki problémát von maga után. Milyen torna gyakorlatokkal tudjuk ezt kiküszöbölni, vagy segíteni rajta? Hát a legfontosabb torna gyakorlatok persze a nyak övi izmok, vagyis a vállövi izmok és a nyak körüli izmok nyújtása lenne, lapockazáró izmok erősítése, mellkas izmok nyújtása. Itt mondjuk ajánlanám esetleg a masszást is, ami pluszban tud lazítani az izmokon. Persze nyilván a torna is nagyon fontos, illetve néhány prevenciós eszköz is, mondjuk az ülő életmódnál nagyon fontos lenne alkalmazni a nagy labdákat ülésre, ami eleve aktivizálja a gerinc mellett. Ezeket hol tudjuk beszerezni, illetve anyagi vonzat esetleg? Micsoda? Igazából anyagilag nem számít gondnak szerintem, tényleg nem vészes árban kaphatók ülőpárnák, amit tanácsolnák, főleg olyan párnákat, eszközöket alkalmazunk, amik levegővel vannak töltve, vagy ami nem rigid, mondjuk ami inkább kicsit mobilisabb, mivel ezek aktivizálják a gerinc melletti izmokat, így aktívan. Ezt a munkahelyünkön is tudjuk használni? Persze. Mondjuk ami fontos, hogy olyan széket is választjunk, ami nagyon megfelel a gerincnek, mondjuk anatómiai székek, illetve a székekre alkalmazhatók ezek a párnák is, amik pluszban még aktivizálják a gerinc izmokat és a gerinc helyes tartását, a fiziológiás görbületeknek a megtartását segítik, illetve ami még nagyon fontos lenne mondjuk a számítógépes munkáknál, hogy megfelelő magasságba állítsuk a képernyőt, hogy ne kelljen arra is még plusz előre görnyedni, meghajolni, szóval, hogy ezek egyszerű kis praktikák, megemeljük akár könyvet, bármit rakhatunk a képernyő, a monitor alá, csak egy kicsit meg legyen emelve. Ha már olyan problémánk adódik, amivel már mondjuk, tehát már nem tudunk otthon segíteni, akkor hova kell fordulnunk? Mindenki gyógytornász keressünk fel, esetleg fiziátert. Általában az általános orvoshoz fordul először az ember, hát vagy kap rá valami kis kenőcsöt, vagy nem, vagy tovább küldi, vagy nem, de aki teheti, mindenki forduljon mindjárt gyógytornászhoz, megfelelő szakemberhez, és minél előbb megkezdeni, akár, ami a legfontosabb lenne és legjobb, akár már preventíven is foglalkozni ezzel a dologgal, preventíven tornára járni, nem csak akkor lehet gyógytornászhoz menni, ha már fáj valami. Mi a helyzet az ortopéddel, hogyha oda akarunk fordulni? Hát akár az általános orvos is írhat beutalót is a kórházba ortopédus, vagy pedig rögtön privát klinikákon felkeresni ortopédust is, és elmondani a panaszokat, és ő tovább küldi a megfelelő szakemberhez. Mikor van szükség komolyabb rehabilitációra például? Problémától függő, szóval egyes esetekben elég akár egy kis torna, masszázs, izomlazítás is, helyreállnak a dolgok, illetve odafigyel az ember a tartására, és innentől kezdve rendszeresen elkezd tornázni, betartja az utasításokat, teljesen karbantartható és helyrehozható a dolog. Azonban vannak már olyan komolyabb esetek is, mondjuk ennek a helytelen testtartásnak a következtében különböző degeneratív folyamatok is elindulhatnak a gerinc, nyak, vállöv környékén, ami már nem olyan könnyen orvosolható, itt mondjuk különböző fizikális terápiákat alkalmazhatunk persze. Egy kicsit beszéljünk akkor a torna gyakorlatokról. Hogyan kell ezeket erősíteni, milyen módon?
hát erre különböző torna gyakorlatok vannak persze. Nem úgy kell elképzelni ezeket a tornákat, hogy jó, 2 óra izzasztó edzés. Nem egyszerűek a gyakorlatok, mivel pont egyszerűnek néznek ki, de mivel pont olyan izmokat aktivizálunk, amiket a hétköznapokban keveset használunk, így igenis megterhelő és nehéz, és nehéz helyesen végezni a gyakorlatokat. Ülő, hátonfekvő, hasonfekvő, különböző helyzetekben alkalmazhatók a gyakorlatok. Napi hány órát vagy hány percig kell ezt végeznünk? Kezdetben teljesen légez a 15-20 perc gyakorlás, naponta minél többször persze, de amit minimálisan ajánlani szoktam, talán a napi 2 torna, mondjuk reggel este, ez már teljesen oké kezdetnek, szóval ez is jó, ha betartják az emberek. Mikor mondhatja egy ember magáról azt, hogy igen, most már kellőképpen erősek az izmok, és akkor, hogy most be kell fejezni, vagy ezt folyamatosan mindig kell gyakorolni? Ezeknél a tornáknál nincs olyan, hogy túl sok belőle, vagy hogy befejezni, csak mindig lehet persze továbbfejleszteni. Nyilván elkezdjük az alapgyakorlatokkal, mivel gyengék az izmok, nem kezdhetünk mindjárt súlyzós gyakorlatokat például. A legegyszerűbb, legalapabb gyakorlatokkal kezdjük általában, izometriás, kitartó gyakorlatokkal, később persze ezeken lehet variálni, nehezíteni, az állapottól függően, attól függően is, hogy az adott páciens milyen sűrűn tornázik, hogy adaptálódnak az izmok, hogy reagál a gyakorlatokra, attól függően változtatjuk, erősítjük, illetve korrigálhatjuk a gyakorlatokat. Nikolett, nagyon szépen köszönöm az információt és a segítséget. A közügyeknek Juhász Petra tudósított.